Május 9-én a Rex állatsziget ismét gondoskodott róla, hogy a gyerekek még közelebb kerüljenek a természethez. A változatos ismereteket adó programok közt ezúttal a főszerepet leginkább a fák és a madarak kapták. Csodás idő, napsütés, madarak, fák és pázsiton szaladgáló gyerekek, és persze színes csillámos arcfestéssel mindez. Sok érdeklődő fordult meg május 9-én szombaton az Óceánárok utca 33 szám alatt. Számtalan előadás szólt arról, mennyi kincset rejt a földünk, a kicsik még az aranymosás varázslatos világába is betekinthettek. Volt zenés műsor, kézműves foglalkozások, agyagozás, tombola sorsolás és még próbalovaglás is, valamint vércse szabadon engedés. A Herman Otto Egyesület bonszájokról szóló előadás, illetve egésznapos programunk a bonszáj kiállítás. Továbbá mindjárt az Erdőmentő Alapítvány munkatársa előadásában fogunk majd hallani egy interaktív előadást az erdő szeretetéről. Később pedig mindnyájunk nagy örömére szabadon fogjuk engedni Vilmost a vércsénket, aki sérülten került be a Rex Alapítványhoz egy másfél hónappal ezelőtt, és most már egyébként ő itt van vendégként is, tehát hogy amíg el nem repül, addig meg lehet tekinteni, meg lehet picit simogatni, lehet kicsit gyönyörködni benne, és aztán innen fog elrepülni, és utána pedig a fókedény fog egy kicsit zenélni nekünk Deák Fruzsinával és Nyéki Emesével. Játékok lesznek, lovaglás is lesz, a Tarzan Park felajánlásával van egy interaktív játszós házunk, nagy társas játékkal, és majd még lesz egy meglepetés a Madarak és Fák napja alkalmából a gyerekeknek, madárlesre hívjuk őket. Az egésznapos rendezvényen a Rex tanodások bemutatták, miért fontos, hogy kutyusunk jól nevelt legyen. Rengeteget tanulhattak a gazdik és még a házi kedvencen nem rendelkező nézők is, hogy milyen fogásokkal lehet elérni, hogy az állat engedelmeskedjen. Így most a négylábúak futottak, akadályokat kerülgettek, mintha tudták volna, hogy ez a nap róluk szól, meg persze a madarakról és a fákról. Király Pétertől az esemény alatt megtudtuk azt is, hogy az Állatsziget bizony nem vakációzik nyáron sem, további érdekes állatos rendezvényeikkel várják majd az állatbarát gyerkőcöket. Kiemelt rendezvényünk június első hétvégén, szombati napon a gyereknap. Ezen a gyereknapi rendezvényen a mostaninál jóval nagyobb felfordulás lesz, ugyanis a legkülönbözőbb zenei és egyéb programokkal kedveskedünk az ide látogatóknak. Természetesen, miután a mottoja ennek a napnak az, hogy gyermekek és állatkölykök, nagyon-nagyon sok gyerekprogram, és nagyon sok állatokkal, és kölyök állatokkal, fiatal állatokkal kapcsolatos program lesz. Többek között egy gyerekmókust, akit mi mentettünk a közelmúltban, kölyök rókát, sőt, egy kölyök vaddisznót is láthatnak. Úgyhogy minden, ami gyerek, és minden, ami kölyök állatokkal kapcsolatos, az itt fölbukkan ezen a rendezvényen. Természetesen ezt követően a nyár sem lesz unalmas, hiszen 9 turnusban rendezünk idén nyári táborokat itt a Rex Állatszigeten. Két témakör köré csoportosulnak ezek a programok, részben azért, mert a gyerekeket minden évben, amikor a nyári táborok végeztével megkérdezzük, hogy mit szeretnének, milyen állatokról szeretnének többet tudni, a gyerekek szinte egybehangzva mindig azt mondják, hogy a kutyák és a lovak. Úgyhogy idén most kutyuló nyári táborok lesznek. Ennek keretén belül lesz egy Nebuló nevezetű tábor, amelyik a lovakról szól főleg, de lesznek kutyák is azért kicsit benne, és lesz az úgynevezett igazi kutyuló tábor, amelyikben pedig a kutyákat vesszük leginkább górcső alá, de azon belül azért lesz egy nap, amikor a lovakkal is foglalkozunk, és lovagolni is fognak tudni a gyerekek. Lesz olyan gyerek, egész biztos vagyok, aki mind a két táborban részt vesz majd. Ezek a nyári táborok egyébként azért rendkívül izgalmasak, mert testközelből ismerhetik meg az állatoknak a tartását, a felelős állattartási kultúra legfontosabb alapelemeit, de természetesen az állatok ápolásába, gondozásába is bepillanthatnak a gyerekek. A szerdai napokon egy kirándulás, egy buszos kirándulás lesz majd Verőcére,
és ez a kirándulás alkalmat ad arra, hogy egy más környezetben élő lovas kultúrát megismerjenek a gyerekek, illetőleg a néprajzi hagyományainkat, a néprajzi kultúránkat is megismerhessék. Hát mindazokat, akik erre a táborra, illetve a nyári programunkra szeretnének elfáradni, azokat kapacitálok arra, hogy látogassanak el a rex.hu honlapra, illetve a Rex Alapítvány Facebook oldalára, ott ezek a programok részletesen olvashatók, és nagyon szépen köszönjük azt is, hogyha 1%-os felajánlásaikkal ennek a létesítménynek, ennek a 2 hektáros állatszigetnek a fenntartását támogatják, segítik, illetőleg a jövőbéli nagyévű álmaink megvalósításához hozzájárulnak. Köszönünk mindenféle mindennemű támogatást, és természetesen önkéntesként is várjuk az ide látogató fiatalokat, illetőleg a közösségi szolgálatban is részt lehet venni, ezt el lehet tölteni itt az Állatszigeten, ez mind az állatok javát is szolgálja.